Szép jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntök mindenkit a Marson! Na jó, még nem, de hamarosan. Üdv mindenkinek, Lemarak vagyok, és új sorozatba kezdek neki. Megjelent egy játék, ami már témájával nagyon közel került hozzám, onnantól kezdve, hogy hallottam, hogy létezik. A játéknak az a címe, hogy Surviving Mars, azaz a Mars túlélése. Egy stratégiai játék tulajdonképpen. Én szeretek úgy gondolni rá, mint SimCity a Marson. Ez így mondanak ennek valamit. Tehát tulajdonképpen végre fogjuk hajtani azokat a lépéseket, amiket a jelenlegi tudományos álláspont szerint szükségesek ahhoz, hogy a Mars begyarmatosuljon, hogy az emberiség multiplanetárissá váljon. A játékfejlesztői a Paradox, akik egész szép kis életrajzzal rendelkeznek, ugye a Crusader Kings, Europa Universalis és a Stellaris többek között ugye az ő munkását, tehát a stratégiában otthon vannak. Nem merem kimondani, de nem emlékszem, hogy valaha egy ilyen vállalkozásba belefogtak el. Ilyen 3D grafikás. Na jó, inkább ezt félbe is szakítom ezt a mondatot, mert őszintén nem nagyon vagyok intim kapcsolatban a játékaikkal, nem ismerem őket nagyon a létezésükön kívül, mert a játékai többsége olyanok, hogy téglafalak nekem, egyszerűen olyan bonyolult megtanulni őket. Viszont akkor most kezdjük is el, semmit nem tudok erről a játékról, az égvilágon semmit, lejjebb fogom vinni a hangerejét. Viszont ami, ugyebár aki engem követi a csatornámat, az valószínűleg tudja, hogy élek-halok az űrkutatásért, az űrutazásért, imádom, és foglalkoztat engem a Mars meghódításának idézőjelben a kérdése, úgyhogy nagyon izgat engem a játék, úgy általában szeretném végignézni nagyjából így a irányításokat, hogy minden rendben van-e. Most egyelőre ezt így hagyom, jó lesz, csak videóra megmondom, hogy autodetect, akkor mit mond. Jó, oké, hát akkor maradunk közepesen. És hát akkor... easy start. Ne szórakozz. Kezdjünk egy új játékot. Dobjuk be magunkat a mély vízbe. Szóval... Oké... tehát akkor kezdjük azzal, hogy választunk egy szponzort. Van a nemzetközi Mars küldetés. 4 rakétával kezdünk, ez a nagyon könnyű változat. 30 milliárd dollárral kezdünk. 300 kutatással. De csak egy összemérve nagyjából próbálom kitalálni azt, hogy mi mennyit érít erre fele, mert ugye soha nem játszottam még ezzel, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mit akarnak ezek a számok. Tudom persze, mi az a 70 ezer kilogramm, annyira nem vagyok bolond. Colonists never get earth sick, nem szenvednek honvágytól. Oké, tehát akkor ez a nemzetközi Mars küldetés szponzor. Aztán van még USA. Ez könnyű. Már látom azért, hogy jóval kevesebb például a pénz, amit kapunk az elején, viszont... nincs viszont. Tehát nagyjából minden itt ugye vagy megegyező, vagy kevesebb. Hát ez ugye egy összefogott Egyesült Földet feltételez, vagy valami olyasmi, ez pedig csupán az USA. Aztán Blue Sun Corporation, ezt feltételezem, hogy a jelenlegi, hogy hívjáknak az Amazon Blue Origin, vagy micsoda űrprogramjának akar a megfelelője lenni. Azért a játéknak úgy tűnik, hogy az üzenete, hogy a magáncégek azok ugye több pénzt fektetnek be, viszont jobb a tudományos tőke a nemzeteknél, mert csak hogy Kína alatt. Igen, Kína alatt is kb. Ugyanez látszik. Igen. India. Európa. Space Y, ezt gondolom könnyű megmondani, hogy kicsodák akarnak lenni. Church of the New Ark,
vallásos program, Oroszország, vagy random. Őszintén én egyrészt ugye szeretnék könnyű játékot kezdeni, tehát van bennem egy olyan indítatás, viszont a hovatartozásom az mondja nekem, hogy kattintsak Európára. Feltételezem, hogy ezt a játékot úgysem fogom így egyből rögtön végig játszani. Valószínűleg újra kell majd kezdenem útközben. Úgyhogy, ha már úgyis bedobom magam a mélyvízbe, akkor miért ne? Indítsunk egy európai programot. Parancsnok profilja. Oh, wow. Feltaláló. Drones are gradually helping us to work. Drónok. Tehát ez a drónok működésére jó állítólag, hogy feltaláló vagyok. Oligark. Ja. Jó, ezt inkább kihagyom. A hidró ez a... Ja, hidromérnök. Hát aki ilyen vízzel foglalkozik. Tehát ez a űrvízvezetékszerelő. Látszik, hogy mindenféle vízi cucc az jobban megy majd. Orvos. Egészségügyben jobban jár, pszichológus. Hát a távollétnek a pszichológiai problémái lesznek ezáltal könnyebb. Politikus, ezt el sem olvasom, azt nem leszek mindenképpen. Futurista. Oké. Okay. Hát ezek az Elon Musk típusú emberek lesznek akkor. Ökológista, környezetvédők. Asztrogeológus. Jack Schmidt és társaik. Rakétatudós. Na, hát én kiválasztom azt, ami hozzám a legközelebb áll a gyakorlatban, ami a pszichológus. Én egyébként pedagógiai pályán vagyok, és hát őszintén azok közül, amik itt fel vannak sorolva, azt kell mondjam, hogy a pszichológus az, ami a legközelebb van hozzám. De azért ez is messze áll. Akkor legyen egy pszichológus. Ez meg a logó. Nézzük, hogy milyen logók vannak. Mars Express. Voyager. Végső leszámolás. Ez nem ugyanaz. Végső visszaszámolás. Serenity. Nyugalom. Békesség. Ilyesmi. Mr. Handy. Vagy Curiosity. Igen. Egy kis lépés. Nem, kösz. Családi értékek. Brussels Sprouts, jaj de viccesek vagytok, igen, Brüsszel. Brussels Sprouts az a kelbimbó talán, nem tudom. Biorobot, don't panic. igen, SpaceX utalások. Ahhoz képest, hogy mióta van fejlesztésben a játék, feltételezem, hogy ezt úgy így mostára maradták hozzá. Alapvetően én ezt egy nagyon fontos üzenetnek tartom, hogy legyen a Don't Panic. Mystery. Random. Choose a random mystery, preferably one you have not played yet. Okay? Nincs rejtély. Miért az alapbeállítás? Alapbeállítás az, hogy random. Mik vannak? Power of these. Science is no more than an investigation of a miracle we can never explain. And art is an interpretation of that miracle. Jaj, de szép idézet. Azt mondja, hogy a tudomány nem más, mint egy megmagyarázhatatlan csoda kutatása, a művészet pedig annak a csodának az interpretációja. Belső fény. Ragad meg az időt. Élj most. Now always the most precious time. Legyen a most mindig a legfontosabb idő. A most soha nem jön el többet. Jean-Luc Picard. Híres űrhajós. Gene Roddenberry, Star Trek megalkotója. It isn't all over, everything has not been invented, the human adventure is just beginning. Még nincs vége, nem találtak még föl mindent, az emberi kaland még csak most kezdődik. Mesterséges intelligencia. I am putting myself to the fullest possible use, which is all I think that any conscious entity can ever hope to do.
a legnagyobb hasznot akarom hozom ki magamból, ami a legtöbb, amit egy gondolkodó lény megtehet. Vagy amivel reménykedhet. Gömbök. Soha ne lőj lézert egy tükörbe, oké? Okay? The Dredgers. Arthur C. Clarke. Ó, ezt, igen, ezt tudom fejből is, mert ez a... Az XCOM 1-nek ez a... Az idézet, amivel indul. Kettő lehetőség létezik. Vagy egyedül vagyunk a világegyetemben, vagy nem. Mind a kettő ugyanolyan rettenetes. Mars Gate. Idézet Asimovtól. Saddest aspect of life right now is that science fiction gathers knowledge faster than society gathers wisdom. Jaj, de szép. A legszomorúbb, az élet legszomorúbb aspektusa jelenleg az, hogy a tudományos fantázia gyorsabban gyűjt tudást, mint amilyen gyorsan gyűjt bölcsességet a társadalom. Jaj, milyen igaz. The last war. John F. Kennedy. Mankind must put an end to war before war puts an end to mankind. Az emberiségnek véget kell vetni a háborúnak, mielőtt a háború vet véget az emberiségnek. Wildfire. Bill Gates. The worst pandemic in modern history was the Spanish flu of 1918, which killed tens of millions of people. Today, with how interconnected the world is, it would spread faster. A leghalálosabb járvány, vagyis hát a legrosszabb járvány a modern történelemben az 1918-as spanyol nátha, ami több 10 millió embert ölt meg. Manapság, amennyire összeköttetett a Föld, sokkal gyorsabban. Igen. Jó, hát legyen random. Ezt gondolom valamilyen mystery, tehát valamilyen rejtét ad nekünk. Akkor nézzünk át még egyszer. Kettő induló rakétánk van. Közepes a nehézség. A közepesen szeretek játszani játékokat egyébként. Mindig engem az érdekel, hogy a fejlesztők mit tartanak a tervezett élménynek. Tehát általában minden játékot úgy játszok, hogy normál legyen. 600, illetve 6000 millió, tehát 6 milliárd dollárral kezdünk. 400 kutatással, úgy tűnik, hogy ebben Európa a legjobb a kutatásban. Ritka fémek ára 22 millió, ezt nem tudom mit jelent. 100 kezdetbeli jelentkezőnk lesz. 5 extra kezdő technológia. Research. Kapunk pénzt, ahányszor felfedezünk a technológiát, a civilizáció módjára. Breakthrough tech, áttörő technológiánál ez megduplázódik. Ez pedig a pszichológus létünkből fakad, hogy a gyarmatlakók gyorsabban gyógyulnak elmebetegségből, tehát visszakapják a sanity, Jézusom, szavak. Épeszűségüket visszakapják a gyorsabban. Bonus tech, behavioral shaping unlocks a sanatorium spire, which treats colonists flaws. Akkor ez egy ilyen Darkest Dungeon típusú beütéssel bír. Ez egy olyan pszichológiai kezelő épület, ahol hibás embereket tudunk kezelni. Kicsit olyan orwellista gondolat, de ja, oké, okay, következő. Itt a rakétánk, jelenleg föld körüli pályán. Megjegyzem, hogy a helytelen irányba repül. És folyamatosan égnek a hajtóművei, ami ugye fölösleges, mert hogyha a föld körüli pályán vagy, akkor ott maradsz. Ha csak nem éppen az égés közepén vannak, ami elviszi őket a Marsra, ami rég túl sokáig tart. Na nézzük, hogy itt mi van. Prefab Buildings. Browse Prefab Buildings. RC Rover. Nem tudom, hogy most mi történik. Ez micsoda. Erre rákattintok, mi történik. Drone Hub. Hops. El tudom dönteni, hogy mit viszek magammal? Oké. Okay. Én a játékra bízom, tehát azt mondom, hogy most akkor ezek legyenek. Úgy látom, hogy ugye meg vagyunk telve úgyis, viszont még van pénz. Vannak polimerek, gépi alkatrészek, elektronikai alkatrészek, orbitális szondák, kaja nincs, fém nincs, beton nincs. Ez feltételezem nem lesz probléma, mert hogyha ismerem én a Mars küldetésnek az alapkoncepcióját, akkor először úgyis robotok mennek ki. Igen. Uh-huh. Igen, úgy néz ki. Rendben. Ariane 1 a neve. Átnevezzük. Á, nem.
Na jó, de... Így. Ez jó lesz, aztán... Kövi. Választanunk kell egy leszálló traktort. Hogy tudom ezt megtenni? Ó, oh, wow! Tehát akkor így nagyon pontosan be tudom lőni ezt, hova szeretnék, oké. Okay. Ebben a részben nem látom jelentőségét annak, hogy válasszunk egy nehéz területet. Hanem egyszerűen válasszunk ki azt, ami jó. Itt vannak akkor a koordináták. Középhőmérséklet, mínusz 1 Celsius fok, az most viszonylatban egész jó. Topográfia viszonylag lapos, oké. Okay. Ezek a koordinátái. Akkor sok fény van, sok beton, sok víz. Mondom őszintén, ez egy úgy észszerűen nem látok okot arra, ha csak nem akarom magamnak megnövelni a veszélyt, hogy olyan leszálló területet válasszak, ami gyenge. Nézzük meg ezeket az eleve kijelölteket először, hogy itt mi van. Ez nem rossz. Nincsen sok fém. Viszont biztonságos, eléggé. Leszállás és felszállás tekintetében könnyebb elvileg az, hogyha egy egyenlítő térségében levő leszálló területet választod, de nem tudom, hogy a játék az ezzel például számít-e. Sireneum Beta. Chimera Alpha. Elysium Beta, Elysium Alpha. Na igen, ezek néznek ki nagyon jónak. Nem egészen értem, hogy ez mitől 175%-os nehézség, ez meg csak 140. Összesen egy fémelik, ráadásul még több is van. Nincs több veszély. Bocsánat. És az egyenlítő mentén van, tehát az elvileg nem jó. Mind a kettő ugye meteor veszélyben van. Egyébként meg random választhatok egyébként, tehát hogyha nem akarom ezeket az alapokat kiválasztani. Itt elég nagy a meteor veszély. Itt meg nincs sok beton. A hőmérséklet viszont errefele magasabb. Lehet, hogy az azért jobb. Nem értem egészen, hogy a elvileg ugyanazon a klímazónában van, tehát itt mert mínusz 15 az átlag hőmérséklet még. Ez a közép hőmérséklet, bocsánat. Elysium Beta néz ki a legjobbnak. De lehet, hogy ez lesz. Itt a meteor veszély az, ami nekem bezavar. Tehát akkor vagy a... Hogy hívják ez? Margariti Tifer Alpha, vagy Elysium Beta. Tehát akkor az Elysium Betának az előnyei sok fém, a meteor veszély az kevesebb. Margariti Tifernek pedig az előnye az az, hogy elvileg nagyobb a középhőmérséklet, jobbak a nyersanyagok, hátulütője az egy kicsit több a meteor. Nem tudom, hogy meg akarok-e birkózni a meteorokkal. Annyival nem jobb az, úgyhogy szerintem igen. Az egyetlen, mondjuk a legnagyobb hátrány ennek az a neve. Soha nem fogod megjelzni, tehát mi az? Margaritifer Alpha. Oké. Okay. És innentek ezzel már kezdés van. Úgyhogy... ja, hát lássunk neki. Rögtön van egy problémám egyébként. Én úgy tudtam... Ezt úgy tudom, hogy a Mars felszínén Welcome to Mars. Köszönöm. Tehát én úgy tudtam, hogy a Marsnak a légtere az túlságosan... ritka ahhoz, hogy megvédje az embert a sugárzástól, ezért egy Mars gyarmat az valószínűleg a Föld alá épülne, és nem a felszínére, de mindegy. Üdv a Marson!
Mindenki az irányító központban. Impatient to see the rocket touching down and uploading to... Tehát már nagyon türelmetlenül várjuk azt, hogy leszálljon a rakéta. És kibocsássa a rakományát. Drónokat, drónok és roverek, igen. Football United, we're going the first Martian dome. Tehát előre meg kell építenünk azt a gyarmatot, ahol majd lakni fognak az emberek. Daunting and ever will allow the brave pioneers, the founders, to settle on Mars and prove that the colony is sustainable. De akkor ez majd meg lehetővé teszi azt, hogy az alapítók, ez a pionír kifejezés, ez nem tudom, hogy magyarul mi lenne, úttörő, azt hiszem, az, amit használni szoktunk rá. Settle on Mars to prove that the colony is sustainable. Tehát akkor le tudnak telepedni a Marsra, és bebizonyítani, hogy a gyarmat az önállátó lehet. Till then, we have to make sure that the colony has enough construction resources, water, oxygen, and power. Okay, tehát ez, én vagyok a parancsnok, pszichológus vagyok, egy európai pszichológus vagyok, és a feladatom az az, hogy a drónok segítségével létrehozzak egy olyan bázist, aminek van elég építőanyaga, víz, oxigén és erő. De akarom mondani, energia. Áramellátás. Nagyszerű. Oké. Okay. Üdv a Marson! Szeretném, ha ez a tooltip, jó mindegy. Let's designate a landing site for the rocket. Ki kell választanunk, hogy a rakéta hova fog leszállni. A promising area has already been scanned for resources. The select rocket from the highlighted icon at the bottom of your screen. Oké. Okay. Azt mondja, hogy már szkenneltek egy zónát, az ez lesz. Mi van itt? Beton. Fémek. Nem tudom, hogy ez a kis fény, ez mit jelent. Exploration. Select a sector to scan. Oké. Okay. Haladok egyelőre így abban, amit mond nekem, tehát tutorialban. Rákattintok a rakétára. Oh. Pick a landing site. Ideally, this location would be in a large flat area near a discovered resource. Nem tudok kizumolni ebből, mert nem jó, oké. Okay. Akkor azt mondja, hogy olyan helyre érdemes letennem, ami lapos, ez nekem mind laposnak néz ki, ami egy nyersanyag közelében van. Itt van ez a két betonlelőhely, úgyhogy én le fogom tenni, úgyhogy benne legyenek ebben a hatáskörben ide. Orbital probe. Immediately scans a sector for deposits and anomalies. Orbitális szonda, ami jaj de jó. Bár nekem ilyen simán ment volna a leszállás, amikor én először próbáltam a Marson leszállni. Kerbalű programutalások. Oké. Okay. Jó, igen, köszönöm, a kamerát azt kitalálom. Ó, és itt van a kis szondánk. Kis-kis Mars roverünk. Oké, okay. Na, leállítom ezt, amíg rájövök, hogy mi történik. Permanent buildings are constructed by drones. Drónok építenek végleges épületeket. Open the build menu. Select a building and place it on a desired location. Oké, okay. Jobb egérrel kell. Miért a jobb egérrel vagy a... Oké. Okay. Suggest a building. A large solar panel will generate electric power required for other buildings. Jó, tehát kezdjük rögtön az energiával, azt mondja. Jó, támogatom. A build menu. Drone hub controls drones and allocates them to different tasks. Ez irányítja a drónokat. Recharge station. Ide jönnek a drónok, hogy újra töltsék az elemeiket. Sensor torony. Boost scanning speed, especially for nearby sectors. Közeli területeknek a szkennelését teszi lehetővé. Surface heater. Research surface heating. Okay, ezt kutatnunk kell. Tunneler. The tunnel entrance and exit can connect power and life support grids. At different locations, at different... Okay, tehát ezek meg összekötnek dolgokat a föld alatt. Salvage. Mark buildings, cables and pipes to be demolished. Okay, ez pedig a bulldozer. Megint, ha izébe gondolkodunk. SimCity-be. Jó, tehát azt mondja, hogy kezdjem energiával, és itt villog is nekem, hogy akarja, hogy építsek egy nagy napgyűjtőt, napkollektort. Miért nem a kicsit? Négyszer annyiba kerül. És nem hoz annyi energiát, mint négy ilyen. Ha jól látom, viszont akkor kevesebb a karbantartási költsége? Igen. Tehát azért érdemesen nagyobbat, meg jobb a karbantartási költsége. Oké. Okay. Szélerőművet? Ne? Hát a játék azt mondja, hogy építsem ezt, úgyhogy most ezt fogom építeni. Hova tegyem? Van jelentősége? Tudom, hogy van-e jelentősége. Le fogom tenni mondjuk ezt a napelemet ide. Nem tudom, hogy ez segít-e.
És akkor most mi történik? Hopp! Valami történik. Jönnek ki a drónok. RC Explorer, remote controlled exploration vehicle that can analyze anomalies. Oké. Okay. Én egészen értem, hogy mit akarok végig csinálni. Tehát akkor csináljuk azt, hogy nézzük végig azt, hogy miket tudunk építeni. Tehát akkor itt vannak ezek az energiával kapcsolatos épületek. Akkumulátor, az gondolom egy elem, itt tároljuk az energiát. Power cables, összekötünk dolgokat. Power switch can be manually activated to cut off power, ez pedig el... Ha akarom, akkor valószínűleg le tudok állítani energiaellátást helyekre. Hát akkor vajon itt az a... Ez miért nem épül? Drones. Drones are automated workers that gather resources, construct structures and perform maintenance. Automatizált munkások. Controlled at a drone hub, rocket or RC rover. A rakéta, elvileg akkor az azt jelenti, hogy így a rakéta közelében már működik az irányítás, ugye? Tehát akkor ezek maguktól mennek és dolgoznak ezen? Most épp mintha nem nagyon csinálnának semmit, csak úgy random mozognának. RC Explorer can analyze anomalies found on the surface of Mars. What is it doing with the buttons? Oké, tehát ez meganalizálni tud dolgokat. Mit tudsz analizálni? Suggested building. Concrete extractor. Concrete extractors automatically produce concrete. Beton. Ezek majd betont hoznak létre, hogy építünk. They still need power and drones to service them. Tehát akkor ide tudunk építeni betonbányákat kb. De még mindig szükség van hozzá drónokra és energiára. Az energia az itt van. És ez villog. Miért villogsz? Azt akarja, hogy építsek egy betongyűjtőt. Akkor építsünk egy betongyűjtőt. Van egy szemmel láthatóan kivilágosodott zónát, gondolom, abból a térségből gyűjt. Legyen ez akkor nagyon hatékony. Ide, így. Te csak felfedezel, ugye? Mit tudsz megvizsgálni? Oh, wow. Probes will instantly scan a sector of the map. Megvizsgálnak egy szektort. Has an anomaly in the area. Oké, okay, próbáljuk ki. Nézd meg mondjuk ezt a térséget. Még van kettő belőlük. Gondolkodom, hogy érdemes-e felhasználni őket, vagy nem. A játék az úgy látszik, azt mondja nekem, hogy igen, úgyhogy menjünk meg mondjuk ide, és ide. Van egy nagyító. És a nyugi zene, nyugi. El tudnám valószínűleg küldeni odáig a drónomat, de nem akarom, ez olyan messzinek tűnik még. Aztán még nem fejlesztünk technológiát. Oh wow, de jó ég. Research will unlock various benefits for the colony. Researching technology will make new technology in its field available for research. Changing your active research will preserve the progress of previous research. Okay? Amint a civilizációval lennénk. Outsource. Research queue. Sponsortól van 400 tudománypontunk. Outsourcing is okay. Research per soul. Nem mozog már. Available funding. Hát akkor nézzük meg, hogy mit érdemes innen kutatni. Így első ránézésre a robotika tűnik nekem a legokosabbnak, mivel még azzal törődünk. Biotech az még várhat. Advanced Martian Engineers. Rockets and shuttles require less fuel. Polymer factory. Drones and rovers move 25% faster. Engine design optimization for low gravity environments. Gyorsabb drónmozgás. Szerintem ez az, ami érdekes. Erre rákattintok. Jó, tehát akkor ez most elkezdik kutatni. Be tudok állítani egy sorrendet. A hőmérséklet növelés az idővel fontos lesz majd. Polymer factory. Produces polymer for water and fuel. Ez lehet, ez is fontosnak néz ki.
ez még annyira nem. Mozgás, jó legyen. Ez még várhat. Ez szerintem szóba jöhet. És ez... És mivel még nincsen víz produkciónk, ezért ez még várhat. Úgyhogy legyen mondjuk az utolsó a sorban... Legyen ez. Oké. Okay. Jó, tehát akkor ez most elvileg dolgozik. Szóval ez Security Scan. Még mindig van mit szkennelnem? Azt hittem, hogy már elhasználtam a szkennelésemet. Ja, hogy... Ja, oké, okay, ez csak úgy történik idővel. Rendben. Jó. Na, tehát akkor itt zajlik az építkezés? Nem tudom megmondani, hogy... Sector vagy... scanned. Anomaly found. Van anomália. Itt van egy anomália, ezt akkor vizsgáljuk meg. Menj ide. Rise of the Analyzer Armament. Oké, menj csak oda, nézd meg, hogy mi van ott. Na, oké. Okay. Tehát akkor úgy tűnik, hogy bányászniuk kellett, ez micsoda? Surface deposits. Surface deposits. Exploited by drones. They will automatically gather the resources to transport them where they are needed. Oké. Okay. Ez micsoda? Még nem, tehát valamilyen érc. Hát akkor mindegy. Oké, tehát akkor... Jaj, te aranyos vagy! Jaj, te aranyos vagy! Oké, tehát akkor épül az első napkollektor. Épül az első betongyűjtő. Te meg itt szkennelsz, ugye? Honnan tudom, hogy ez hogy áll? Analyze... Oké, innen. Itt van, éppen analizálja az anomáliát. Oké, ez megépült. De nincsen hozzákötve semmihez. Nem tudom, hogy ennek az űrhajónak vajon van-e saját áramellátása, vagy ahhoz is hozzá kell kötni, de ugye ezt láttuk, hogy van itt egy ilyen... hol van a vezeték? Itt a vezeték. Itt van, igen. Hát akkor kössük össze ezt szerintem a leendő beton... leendő beton extractorrel. Így. Hát ott még nincs semmi, tehát még nem történhet meg. És gyorsítsuk fel egy kicsit. Kezdetleges lépések ugyan. De hát Róma sem egy nap alatt épült. Szuper, tehát van akkor egy beton gyűjtőnk, te hogy haladsz az anomáliáddal, majdnem kész vagy. Na. És akkor itt mi a probléma? Warning, must be connected to a power consumer. Az te vagy. Te vagy az erőfogyasztó. Már oda van kötve, ja, csak még nincs, nem építették meg, oké. Okay. Jönnek a kis drónocskák, hogy halad a tudományos kutatásunk? Robotika, oké. Okay. Tehát az is majd idővel halad. Akkor nyugodtan haladhatunk kicsit gyorsabban. Ezek a kezdetbeli lépések meg nem történnek. We've discovered a magnificent vista at the side of the anomaly. Magnificent vista. Discovering this vista, even after watching the cold splendor of the red planet for so long, Mission Control was awestruck by the beautiful footage provided by our intrepid reconnaissance vehicle. Látott valami nagyon szépet, kb. Reméljük, hogy soha nem mondjuk meg a szépséget. Úgy legyen. Oké. A betongyűjtő úgy látom, hogy már működik. Szuper. A drónok többsége úgy látom, hogy nem nagyon tud mit csinálni. Kerítsünk nekik feladatot. Úgyhogy érdemes építeni még néhány ilyen napkollektort. Így a közelbe. Nem a kicsit. Mindenten a nagy. Így. És akkor tároljuk is el. Építsünk meg mondjuk egy... egy akcsit. Ide. Jó. Most már lesz mind dolgoznatok. Lehet, hogy megnöveljük kicsit még a betongyűjtő részleget is. Jó, már is mindjárt nekilátok. Tudom ezt forgatni? Igazából nem fontos.
beállítjuk ide, és akkor mindjárt megépítjük a vezetékeket. Mindjárt meg lesz. Így. Dolgozzatok! Dolgozzatok, robotocskáim! Nincs áram. Igen, ugye nem működnek a kollektorok éjszaka. Building's not working. Igen, tudom. Scan anomaly. Anomaly was successfully analyzed. Scan anomaly. Szóval. Akkor nézzük meg, hogy mi van még itt a közelben, amit megvizsgálhatsz. Úgy látom, hogy itt van valami. Gyere el ide. Szép lassan mozog. Gyorsítjuk kicsit a dolgot, és hogy legyenek ezek készen. Ha kész lesz az akcsi, akkor szerintem a dolgok megkönnyebbülnek, ezek tudnak majd dolgozni éjszaka is. A nyersanyagokat nem kell tárolni valahol? Production factory, versus extractor, metals extractor, extract metals from underground deposits. Nem. Ezek mind gyárak. Storages. Universal deposit. Itt mindent lehet tárolni. Fém, beton. Ilyet szerintem gyártok. Kezdjük el gyűjteni az anyagainkat. Betont tegyük mondjuk ide. Így ez itt legyen, és akkor itt majd tárolják a betont, amit felszednek. Folyton legyen mi feladatot végezni. És akkor szerintem, hogyha megépültek itt a dolgok, ha ez itt kész van, akkor majd szerintem ott befejezzük az első részünket. Ops, a bulletinket van. Waste rock. Your extractors produce waste rock as a byproduct. Waste rock can be destroyed in dumping sites or disposed around extractors. Jó, ez a szemét is keletkezik néha munka közben. Research complete. Anomaly analyzed. Transport optimization. Oké. Okay. Tehát akkor kész van a tudományos technológiák, igen, felfedeztük a... Ez egy... mit fedeztünk fel elsőnek? Ezt fedeztük fel? Nem, ez következik most, oké. Okay. Tehát akkor folytathatjuk tovább. Drone swarm. Drone hubs are constructed with additional 2 drones and the maximum number of drones is increased by 80. Ezt nem tudom, hogy annyira fontos-e nekem most. De hát rakjuk hozzá a sorhoz. Most még egyelőre a robotika technológiánkat akarjuk fejleszteni, mert az emberek azok még odébb vannak, hogy kis bejöjjenek. Jó. Oké, ezt nagyjából rájöttem. Igen. Jó. Na. Hát akkor most, hogy minden úgy nagyjából működik, amondó vagyok, hogy itt akkor befejezzük az első részünket. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy élveztétek. Hamarosan visszatérünk majd még több Marssal. Itt vajon össze vagytok kötve? Remélem. Igen, most már minden össze van kötve. Jó, tehát akkor még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, remélem élveztétek a részt, rengeteg kaland vár még minket itt a Vörös Bolygón, addig is minden jót, és a viszontlátásra.